A sportpoharak új képességfejlesztő készletét a szabadidő aktív eltöltésére, illetve az iskolai testnevelésben képességfejlesztésre, kiegészítő tananyagként és oktatási segédeszközként is használják. De miről is szól ez a szabadidős tevékenység? 40 évvel ezelőtt Amerikából indult hódító útjára egy nyári sporttáborban kezdődött, ahol a gyerekek az esős időben unaloműzésként kezdtek el műanyag poharakból gúlákat építeni. A mókából később verseny lett. A műanyag gúlák sorrendbe rakásán és a sorozat építésen keresztül segítséget nyújt az írási, számolási és logikai készségek kialakításában, valamint a probléma megoldásban. Éppen ezeknek a képességeknek és készségeknek a fejlesztése miatt döntött úgy a Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola vezetősége, hogy egy bemutatóval ismertetik meg a tanulókkal az építés örömét. A mai nap az egy különleges nap. Minden évben a Sportpoharak Világszövetség megrendezi a Guinness World Record kísérletet. Ez az idén a 10. alkalommal kerül megrendezésre, Magyarország 6. alkalommal csatlakozik be. Ez egy tömegsport rendezvény, gyakorlatilag arról szól, hogy azokban az országban, ahol a program működik, hányan poharaznak a mai nap legalább fél órát, és a minimum létszámnak 25-nek kell lenni. Magyarországon több mint 40 intézmény regisztrált be a felhívásra, és 6628 résztvevővel regisztráltak. Többek között a szakközépiskola, és ezért vagyok ma itt, és hát köszönöm az ő részvételüket is, hogy hozzájárulnak. Valószínűleg meg tudjuk dönteni az idén a 625 ezeres álomhatárt. Ez korosztálytól független program tulajdonképpen, és hát amit lehet róla tudni, ez egy 40 éve működő program, amit az Egyesült Államokban indult ki egy fizioterapeuta ötletéből, de a mai napra már több mint 42 országban, 40 ezer iskolában használják a programot, készségfejlesztésre, képességfejlesztésre és a mindennapi oktatásban is. A diákok és a pedagógusok egyaránt érdeklődéssel figyelték a különböző színű poharak rakosgatását, a gúlák sorozatok építését, lebontását, ami a szem és a kéz koordináció ügyességét is fejleszti. A diákok ügyesen próbálgatták a Kovács Gábor oktató által bemutatott trükköket, fogásokat. Először is gondoltam, hogy nagyon rendes lesz a bemutató, és hát tudtam egyébként, ezt már néztem tévében is az ilyen sportokat, hát érdekel egyébként, odafigyelni. Meg ez a váltott feladatok, azok nehezek voltak. Azt ez az egyszerű gúl, ez szerintem az egyszerű volt, hogy váltott kézzel, de amikor át kellett nyúlni keresztbe, az szerintem az bonyolult volt. És számomra lehet, hogy mások nem, de nekem ez volt a legnehezebb. A program korosztálytól, képességektől független, fizikai és szellemi fittséget biztosít, bizonyítottan javítja az iskolai eredményeket és sikerélményeket, kreatív és élményszerű tanulási környezetet teremt ezáltal az iskolákban. Ha jól szeretne szórakozni, akkor mindenképpen építsen gúlát a sportpoharakból, akár otthon is.